Jó reggelt kívánok, kezdjük a mokkát. Szövetséget kíván az MSP az új évre. Tóbiás József elnök még az új év utolsó napján hirdette meg a Szocialisták 2016-os programját, amelynek egyik legfontosabb eleme az embereket megillető fizetésemelésért folyó küzdelem. Erről és az előttünk álló év feladatairól kérdezem Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselőt az MSP elnök úrnak a szavai, Tehát, hogy az ellenzék kössön szövetséget, vagy lehetséges az ön szerint, hogy a sajtóban az kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy fel élelmiszerért a családjuknak, hogy hogy legyen az ünnepekben is megfelelő táplálék. Az, hogy a középosztály bukik befelé Magyarország. Nem meg kell érteni a magyar választóknak és a Fidesznek is, és mindenkinek azt, hogy ma már nem trabantokat és varburgokat szerelnek. Erről is fogom. Köszönöm szépen, hogy Én hozzánk. is köszönöm. 130 milliárdot. Azt várja a kormány, hogy többet fogunk fogyasztani, többet fognak az emberek fogyasztani, ezért a fogyasztási típusú adók adóból származó bevételek megnőnek, és ezzel lehet ezt a 130 milliárdot. Hát elég vegyes a kép, a külön adóknál áttérnek a lineáris adókra, ugye itt a kezdjük a reklámadótól kezdve sok mindenig, ugye ami brüsszeli nyomás, a adóhivatalal kell szembenézni. Ez a jó cég... ez, hogy egy ilyen központosított adóhivatal van? Hát eddig is központosított volt, itt csak annyi, hogy a vezetés előzték az adóhivatalt az elmúlt tíz évben, de egyébként mindenben törvényadta joga volt részben információt kérni, részben adott esetben bele beavatkozni az adóhivatal munkáját. Az egyszerű dolgozó számára igen, aki azt teheti meg már most is, majd februárban. Fontos a változások. Hát még azért egyet, hogy mondjunk az áfa csökkentés, ami két esetben érdemi. Köszönöm, hogy bejött hozzánk. Nem is köszönöm. Hetebben. Ez elsősorban egyébként hol számít majd? Vidéken vagy Budapesten? Hát ugye, mint minden olyan pénz, ami ugye ugyanannyi tér, egy forint Budapesten. bejött hozzánk, és ezt az évele jellemzést megtettük. Köszönöm szépen én is. Január 1 nem szabad láncon tartani a kutyákat? Az új szabályok szerint? Az extrém esetek miatt azt gondolják sokan, hogy hogy a, a lánc az rossz, mint ahogy a lánc fel tud tekeredni, és mondjuk egy a kutyát, hogy láncon van, és adott esetben rövid láncon van, vagy benőtt a lánc, és el tudjuk hozni, vagy tudunk a jegyzőnek szólni, vagy a rendőrségnek szólni. Mille... na Mille, akkor az ideális, vagy a jó? Eddig akkor mi lesz vele? Tehát nyilván nem reális, hogy ezeket a kutyákat... Ö, ö... Lehetne, vagy érdemes lenne megkötni? Uh, nyilván fölmerül a kérdés, miért akarunk vizsgát megkötni? Nem, mondjuk hát, ez csak egy költői kérdés. Hát köszönjük. Hát köszönjük. Hm. Tehát most akkor jól járunk azzal, hogy 2016-ot érünk. Jó év lesz. Jó évünk lesz. Konfliktusos év lesz és a vágy... Ami magától kicsúcsosodik a csapat sportágban nagyon nehezen, minél többet <coughs> nem lesz nem fényes, lesz, igen. Át, én, én, nagyon kiváltságos sportágban, a vízilabda, én is csináltam, soha nem mondok ilyet, hogy sehol Hát figyelj, vagyom. ott van Szerbia, Montenegro. Kap új évet, Jöjjön vissza, és kicsit meg beszéljünk legközelebb arról, hogy kimondottan a csillagjegyekre. Von. Köszönjük, Köszönjük szépen. Köszönjük